A hagyományoknak megfelelően a láng meggyújtásával és a szervezet himnuszával kezdődött az első nyíregyházi Lions Club szokásos éves jótékonysági bálja. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is támogatta a szervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, hiszen ingyenesen használhatták a megyeháza dísztermét. Azt szoktuk kérni a Lions Clubtól, illetve hát ez a megállapodásunk, hogy a jótékony célra ajánlják fel a báli bevételt mindig egy-egy megyei intézménynek. Most éppen a Nyíregyházi József András Kórház gyermekosztálya javára ajánlották fel a bál tiszta bevételét. De egy olyan nemes cél, és olyan közösségi program, számos más kezdeményezése mellett a Lions Clubnak, amivel azt gondolom, hogy ezzel tudjuk őket támogatni. Az idei rendezvényen a jótékony adománygyűjtés mellett egy háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója, a Beregszászi Lions Klub elnökével és a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokával. A Kárpátalján kialakult helyzet miatt segítségre van szüksége az ott élő embereknek, és Magyarországon a magyar Lions Klubok összefogást hirdettek, hogy segítsenek mind száraz élemmel, mind ruhával, mind egyéb pénzbeli támogatásban az ott élők megsegítésére. Ez a mostani megállapodásnak az a célja, hogy megfelelő helyre jussanak el az adományok, és mi megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy a 45 klub Magyarországon segítsen, és megfelelően hatékonyan tudjunk a megfelelő helyre odaadni az adományainkat. A hazai Lions Klubok és a Kárpátaljai Református Egyház már 2 éve működik együtt. A Lions Club nagyon testvérek segítségével nagyon sok kárpátai testvéreinket tudtunk segíteni. Viszont ez most már, hogy aláírtuk a szerződést, hivatalosabb lesz és fontosabb lesz, és így azokat az adományokat, amit kimondottan kapunk a Lions Club testvéreinktől, azokat tovább tudjuk továbbítani, és kimondottan azok a személyek, akik megkapják, az átvitel elismerén fogják látni, hogy kinek az adománya ez. És ez számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon örülök neki, hogy ezt alá tudtuk írni, és hisz a kárpátai magyar testvérink csak így tudnak megmaradni. A testvér összefogással összefogunk, itt magyarországi anyaországban. Az első nyíregyházi Lions Club az idei évben is támogatja a Vöröskereszt anyaotthonát, a megyei kórházat és a Riedens iskolát, de szerveznek tehetség- és egészségnapot is.